Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, augusztus 6-án. A mai napon Neptun bolygó és Hold találkozik. Ők együtt hatnak. Kihatnak az érzelmeinkre, a vágyainkra és az álmainkra. A hold a mai napon a Satabisa holdházban található. Lefordítva ez annyit jelent 100 szerencse, vagy 100 félelmek. Ez olyan hihetetlennek hangzik, hogy áll ez összekötetésben. Ezen a helyen, ahol most a hold mozog, nagyon sok szerencse csillag áll. Ez a 100 szerencse. Megvan arra a lehetőségünk, hogy szerencsés legyen a mai nap. Hold utal erre. Nem csak hold, hanem Neptun bolygó is. Viszont, ha félelmeink vannak, és érezzük ezt a 100 félelmet, akkor az nem jön be, amit mi kívánunk. A mai napon, ugyanúgy, mint tegnap, ma is a Vénusz bolygó egy kvinkunx kapcsolatban áll egy visszafele tekintő Szaturnusz bolygóval. Ezt én tegnap elmagyaráztam. Ez annyit jelent, hogy bizonytalanok vagyunk mi hölgyek, vagy vannak még bizonytalanságok a szerelem területén. Ami viszont nagyon előnyös a mai napon, hogy Mars bolygó egy jó hatást kap a holdtól és Neptun bolygótól. A férfiak álmodoznak, és ez megvalósítható. Amit tegnap említettem, hogy Merkur bolygó eléri azt a pontot, ami nagyon közel áll a naphoz. Ezt a pontot úgy is hívjuk, hogy gyémánt pont vagy perihel. Itt gyorsabban mozognak az események, és kivilágosodik valami. Merkur hatása alatt kommunikációról van szó, üzleti dolgokról és tettekről, tehát előre mennek az események, minden mozog, várható egy jó hír is. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, augusztus 6-án. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!